like hip hop. Zeneileg mindig is változott ez az egész, hogy ki befolyásolt, hogy milyen zenét szeretek. Az elején volt Linkin Park, Eminemtől elkezdve minden, és ahogy mentünk végig, hogy folyamatosan változott. Most már azért kint is az újítókat nézem, Drake, meg ilyenek, tudod, mindig olyanok, akik újítanak kint is. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my rhymes on the rack. Kettő ilyen oldala volt, szóval van ez a slágeres oldala, még a Horváth Tomék, amikor megszületett a Belédestem, akkor volt az áttörés így a közönség fele. De viszont egy másik közönség fele, meg akkor, amikor elkezdtem ezt a trappes vonalat, ahol így a saját hangzásvilágomat adtam át, úgyhogy igazából ez így ilyen két vonalon indult el, és most ötfözöldik egybe. Baby, ide nézd, ne hisz, tíz, bennem bíz. Te veted el az eszem, hiába van mellettem tíz. Nézem a telefon, mikor hívsz, semmi vész. Tudod, hogy a Mr. Mish miattad, baby, tetre kész. Sokat figyelgetem, hogy mit hallgatnak, és hogy fogadják ezeket a dolgokat, úgyhogy én mindenképp ezt a kettőt próbálom így, hát azért megtalálni az én stílusomat is, az én elképzelésemet is összerakni azzal, amit itthon azért megkajálnak, és mégis legyen ez a trappes vonal, legyen meg ez az erős dolog, úgyhogy igazából valahogy mindig ráérzek, hogy lehet ezt úgy tálalni, hogy azért én is tudjak adni magamból, és ők is kapjanak olyat, amit ők szeretnek, úgyhogy kb. Így. Megy kint a biznisz a téren, folyton hajtom a nőket, ilyen a vérem. Nem tehetek róla, gyenge a szívem, és szeret a kóla. Jobb, ha elfutsz, amit mi hozunk, nem orvosi cucc. Mish, music az anyag, minden kislány a bulikon is sír minden anya. Ezeket mindig mi rendezzük az egészet. Igazából így kezdődött az egész, hogy már az első klipeket mi rendeztük, úgyhogy ez így is maradt, és ez így is fog maradni mindig is. Csak saját emberekkel dolgozok, barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy csak hát ez kiépült, úgyhogy most már egyre többen vagyunk. Neked desó nincs, neked nincsen itt a tej, neked nincs, neked nincsen itt a tej, neked nincs, neked nincsen itt a tej, vagyunk tisztesó, és neked nincsen itt a tej. Mindig úgy kezdődik, hogy jön egy ilyen vibe, hogy például az a neked tesó nincs, jött a refrént, és akkor ez úgy nagyon ütős volt, úgyhogy ez hozza magát, mindig magát építi ki a dal, úgyhogy csak megyek utána. Neked nincs itt semmi keresni való, nem tudod mennyit ülök egy dalon, nem tudod mennyit keresek, mennyit ér minden napon, nem tudod mennyit tekerek, minden falom a spanon, nálam így megyek, itt minden az enyém. Mindig az enyém alap az első, de általában a legegyszerűbb módon találom ki ezeket, például egy zongorán vagy egy gitáron, és akkor megtetszik az egész, akkor megyek és építem tovább. És közben totál más születik meg, úgyhogy valakinek. Nem értem meg, ha baj volt, miért? Nem beszéltük meg, baby, úgy, mint én. Van opet eltűn, nélküled kelek. Már 6000-szer megnéztem az utolsó leveledet. Élvezem a sikeremet, hogy több ezeren vannak velem. De még mindig téged látlak, ha becsukom a szemem. Semmi nincs rendben, üres a te felett az ágyon. A képeidet nézem és az illatodra vágyom. És tudom, hogy milyen vagy, én itt szerettelek. Azt hittem örökre veled leszek, ha jegyeztelek. Az a baj, hogy nem tudok annyi klipet készíteni, amennyit szeretnék amúgy. De mindenképp kiválasztunk, de szerintem 4 az 100% hogy lesz belőle. Főleg a populárisakból, de ja, hát ez a próbálkozók album, ezt nem lehet így most így elmondani. Pár percben az nagyon sok dologból áll össze. Lejön, hogy én akkor kelek fel, amikor akarok. Menedzserem hív, este buli pénz, úgyse szalom. Az a baj, hogy ez már az elején eldőlt. Szóval van egy ilyen közeg, akikkel én mindig közreműködtem, és ők igazából már ilyen barát, testvér, úgyhogy csak velük zenélünk, és velük együtt annyira jól működik az egész, hogy nem is kell beszéljünk. Csak viszont vannak emberek az országban, akik, ha csinálok egy alapot, és elkap engem, és mondom, ebből nagyon jó lesz, elküldöm nekik, és tudom, hogy ők 100%-on meg fogják úgy rappelni, hogy nem is kell változtassak rajta, nem kell semmi. Ők tudják, hogy én hogy akarom is. Ja, az mindig ugyanazokkal. Istenem, adjál még erőt, mint a tegnap előtt lett volna, hogy ez a lár előtt. Csak külök és nézem, eladom a lelkem az ördögnek, csak nézem a pénzem. Túl üres az ágy, üres a szobám, milyen egy sztár. Ez vagyok én, nekem ez jár.
tudod, nekem ez jár. Minél nagyobb munkákat szeretnénk kiadni, úgyhogy zeneileg, klipileg, meg előadó olyanok legyenek, hogy ez top listás számok legyenek a rádióban, a tévében, és ez már nincs úgy közel ahhoz, hogy rap zene, vagy bármi, inkább csak a zene. A film is tudnám bámulni, egész nap is nem értetett a fellépéseket, a pénzeket is, hogy minden kis csajt megkap el, mi csak? Gyerekek, tudod, hogy pénzt csinálok, nincs soha, nem megyünk tökre. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki követ és hallgat, és egyre többen vagyunk, Mis Music, imádok titeket, sziasztok!